Nagyon nagy örömmel üdvözlök mindenkit itt az októberi zentábor. Még nem vége felé, de már a közepének a vége fele. Mielőtt elkezdenénk a dharma beszédet, kérlek benneteket, hogy recitáljuk el együtt az Om Nam mantrát 7-szer. Om Nam. Om Nam. Szeretettel üdvözöllek benneteket. Van itt fodrász, zenetanár, sofőr, táncos, programozó, és még sorolhatnám. És csak ezekből is, mi az, ami ilyen különböző embereket, akik még csak nem is ismerik egymást, elhoznak ide? Mi az, ami csak így néhányat említettem, mégis sokan arra is azt mondják, hogy hát ezek tényleg annyira különböző emberek, de hát mégis emberek. És mégis, mint ember, van bennük valami közös, és van bennük valami közös, ami idehozza őket. És mi hozza ide őket? És mi hoz ide bennünket? És egyáltalán miért születtünk erre a földre? Mi az élet értelme? Van egyáltalán olyan? Általában szeretnénk válaszokat kapni, minél gyorsabban válaszokat kapni, de hát ha válaszokat megkapjuk, akkor meg mi van? Hát szeretnénk egy nagyon gyors megoldást arra, hogy az életünk olyan legyen, amilyennek esetleg elképzeljük, és erre keresünk bizonyos technikákat, bizonyos kémiai megoldásokat, néha audiovizuális megoldásokat, néha egészen extrém megoldásokat. Valami mindig történik, de valahogy nagyon ritkán van meg az az aha élmény, hogy na, akkor most ez oké. És ezt tudjuk, hogy legtöbbször, amikor a na, most ez akkor oké érzés megjelenik bennünk, akkor az pontosan akkor jön, amikor nem számítunk rá. És ha nem számítunk rá, akkor nem is akarjuk. De ha nem akarjuk, akkor meg hogyan kerülünk irányba? Ez csak néhány picike-picike paradoxon a zen gyakorlat mezsgyéiből, ahol egyszerre mondjuk azt, hogy nagyon-nagyon úgy akart a gyakorlatot, annyira vágy, annyira sóvárogs a megvilágosodásra, minthogyha nem lenne következő pillanat. És egyszerre ezzel mondjuk azt is, hogy egyáltalán ne várjál semmit a gyakorlatottól, pillanatról pillanatra csak tedd a gyakorlatot, és akkor minden, nem hogy minden rendben lesz, már minden rendben van. És ez a már minden rendben van dolog, ez az, ami nagyon-nagyon hihetetlen legtöbbször nekünk. Azért hihetetlen, mert nagyon könnyen lejártunk mindenféle nyúlványokat és dimenziókat a jelen pillanatból, csak azért, hogy
valamiféle áll-egzisztencia érzetet keltsünk magunkban, de ennek az áll-egzisztencia érzetnek, amit úgy illúziónak is szoktunk nevezni, ennek bizony megvan az az ára, hogy átmenetileg ad egy biztosnak tűnő önképet, ugye, ez amikor a sztár felmegy a színpadra, és ő azért megy a színpadra fel, mert ő sztár, és tudja, hogy sztár, és el is várja, hogy sztárként kezeljék, hogy a backstage-ben neki különböző lazacos falatokat készítsenek elő, de csak is azzal a wasabivel, amit neki kell. Értjük ezt a dolgot, hogy egyre jobban szűkíti maga körül a teret, bár egyre több emberhez szól, és ezek a nyúlványok, ezek a vágynyúlványok egy idő után visszafordulnak, és mikor lejön a színpadról, akkor ehhez nyúl, meg ahhoz nyúl, nem akarok ötleteket adni, de sokszor kiköt egy olyan helyen, ahol nem erősítik ezt az önképét már többé, és valami igazit szeretne megtalálni. Hogy mi az igazi? Hát ez mindenkinek a saját kezében van a módszer, egy ilyen zentábort is azért szervezünk meg, hogy aki egy picit kíváncsi, bár biztos vagyok benne, hogy aki, főleg aki nem először jár itt, elég nagy elvárásokkal jön egy zentáborba. Hát miért is ne jönne az elvárással, amikor látta, hogy ebben van valami minőség, hisz is benne, minimum kíváncsiság kell, hogy legyen benne, de a kíváncsiság mögött is, ugye, hogyha már kifizette az önköltséget, akkor már lehet, hogy már valamit kapja is érte. És akkor ideérkeztek, megérkeztek, azonnal nyakatokba zúdítunk jó néhány szabályt, és még a szabályoknak nincs vége egészen estig, még az utolsó étkezésig, és másnap is, és egyre inkább csiszoljuk ezeket a szabályokat, és folyton állítjuk, hogy ezek a szabályok és a forma, ez azért van, hogy benneteket segítsen. És ezt jó esetben ti el is hiszitek, és jó esetben követitek is, és ha követitek, akkor is jó esetben megérzitek ti magatok ennek az értelmét. Ugye minden, ami valamiféle művészi fokra van emelve, legyen ez élet, legyen ez zene, legyen ez labdarúgás, mind a formával kezdődik, ugye a tanítás mindig valamiféle merev és ismételhető formával kezdődik, de abban a pillanatban, amikor ezt a merev és ismételhető formát már el lehet engedni, abban a pillanatban kezd igazivá válni, amikor már a formára, mint olyanra nincs szükség. De ez a forma, ez legtöbbünknek kell, és elég sokáig kell. Ez a ruha is egy forma. Talán, hogyha én most éppen egy Adidas trikóban és cigarettával a fülem mögött mondanám el ugyanezeket, akkor talán kevésbé lennék a szemetekben hiteles darmamester. Mondom, talán. Lehet, hogy hitelesebb, nem tudom. De akkor meg, hogyha hitelesebb lennék, akkor meg attól lennék hitelesek. Tehát vége hossza nincs annak a sok kis eszköznek, a kis marketing cselnek, amit az ember bevet azért, hogy a figyelmet magára irányítsa. Ezzel is azt szeretném, hogy a figyelmet erre a pillanatra irányítsam. Hogy miért akarja az ember a figyelmet magára irányítani, az viszont nem mindegy. Tehát a figyelem az már gyerekkortól fogva egy nagyon-nagyon erős szükséglet. Nagyon-nagyon szükséges energia. Amikor az első sikert elérjük, eleve a siker az már egy olyan definíció, amit legtöbbször a többiek, a mások szemében szeretünk megcsillanni, mint visszaigazolás. Tehát a siker, mint olyan borzasztó visszaigazolás centrikus legtöbbször az életünkben, és éppen ezért nagyon körülményfüggő. És
Tudom, hogy sokféle ember van még most is itt, és sokféle ember jön ide, és sokféle siker definícióval. De hát végső soron látjuk, hogy amit általában a világban sikeresnek definiálunk, az az ember úgy valahogy nem mindig, de legtöbbször mégsem érzi magát sikeresnek, vagy hogyha sikeres is, akkor nem érzi magát boldognak. Mi a siker? Ugye? Hát talán én azt mondanám, hogy siker az, hogyha a jelen pillanat rendben van, és a jelen pillanatban olyan emberek vesznek körül, akit nem gyűlölök, akikkel egy húron tudok pendülni, és közben meg van, hol aludnom, van, hol ennem, van, hol aludnom. Ugye ez, úgy ez már sikernek nevezhető, azt hiszem. De ugye mihelyst az embernek megvannak ezek az alapvető szükségleteknek nevezett körülményei, abban a pillanatban elkezdi gyártani magának a különböző vágyakat, a különböző plusz dolgokat, amitől ő egy kicsit még többet tud szenvedni. Ugye abban a pillanatban, hogy már nem vagyunk éhesek és álmosak, abban a pillanatban megjelenik 500 000 probléma, mert legyártjuk őket. De honnan jön ez a sok-sok minden, és hol az eredője? És ezeket a kérdéseket, mikor elég sok szögből feltesszük, elég sokféleképpen kérdezzük, elég sokszor csalódunk a megoldásokban, akkor mondjuk elkezdjük egy kicsit kézbe venni, mint gyakorlatot, bármit is csináljunk, bármi legyen a szakmánk, vagy amivel foglalkozunk, már abban is egy picit másképp kezdünk működni, és elkezdjük keresni azt, hogy voltaképpen mi az, ami magát annak nevezi, hogy én, mi ez. Tehát előbb-utóbb így visszajutunk ehhez a kérdéshez. És itt találkozunk egy nem tudommal. És ez a nem tudom, itt most közösen egy nem tudom, ez egy nem tudom tábor. Ez egy, hogy közösen, hát ha jobban nem tudjuk. De ugye, mint említettem, a nem tudás, ugye a forma és az üresség, hogy az üresség valóban forma, és a forma valóban üresség, azt általában átéljük akkor, amikor találkozunk például a szerelemmel, vagy amikor találkozunk az első olyan zenei élménnyel, amit tényleg megint, vagy mesével, vagy bármivel, amikor nem tudunk más tenni, csak... És abban a pillanatban akkor valami hasonlót érzünk, mint ez. Hogy nincs múlt, jelen, jövő. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem. Nincs szín, hang, szag, íz, tapintás, tudati folyamat. És ez az a pillanat, amikor tökéletesen egyedül is vagyunk, és tökéletesen együtt is vagyunk. És a zen gyakorlatban ez a kettő is össze van szépen passzítva, hogy tökéletesen legyen a figyelmed egyhegyű is, és tökéletesen legyen teres is. Tehát tökéletesen végtelen is, mint a tér is. Ez a tökéletes egyedüllét és a tökéletes együttlét, ez talán egyéválásnak is nevezhető, de bárminek nevezzük, tapasztalni kell, mert különben nem lesz értelme. Ugye van az a vicc, hogy anyu, mi az az orgazmus? Nem tudom, menj kérdezd meg apától. Szóval tapasztalat. Az nagyon-nagyon elsődleges, és mi itt tapasztalatra megyünk, és ezhez megadjuk a különböző eszközöket, megadjuk a hagyomány által átadott formákat, ami ülés, leborulás, éneklés, étkezés, stb. És akkor eljöttök ti is, itt 3 nap alatt itt megpróbáljátok ezt megtapasztalni. Hát ez kicsit olyan, mint a 3 nap alatt megpróbálnátok megtanulni zongorázni. De mondjuk 3 nap alatt már meg lehet
két akkordot tanulni, amivel már élményt lehet szerezni egy boci-boci tarkával, vagy ilyesmivel, és hát a zen tábor egy kicsit ilyesmi. De ez csak egy alapmotiváció, ez egy alaplöket, és remélem, hogy megtaláltatok valamit saját magatokon belül, amit nem én mondtam, amit nem a forrant, saját magatokon belül volt egy olyan pillanat, amit éreztek, hogy ez nem belül van, ez kívül is van, és belül is van egyszerre, és ez most is van, és mindig is volt, stb. Legalább egy pillanat, ha van, annak már van egy akkora súlya, hogy onnantól már nem kell dharmabeszédeket tartani, de addig általában kell, és sokszor jól is esik. Na de attól, hogy jól esik, attól még a munka részletekről nem elengedhető, mint ahogy részemről sem, pillanatról pillanatra. Nos, ezek után, vagy ezek közben, vagy ezek fölött, vagy ezek előtt, hogyha van bármilyen kérdésetek gyakorlattal, nem gyakorlattal, éggel, földdel, istenekkel, ördöggel, emberekkel kapcsolatban. Ezeket csak úgy mondtam, mert eszembe jutott, de azért az ördögről ne kérdezzetek túl sokat, mert nem tudok. Szóval, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor szívesen fogadom, és még szívesebben megpróbálom megválaszolni őket, így vagy úgy. Van-e bárkinek kérdése? Meditációnál volt szó arról, hogy van egy alapzene az ember fejében, ami megy folyamatosan, hogy ezt hogyan lehet csitítani, vagy kikapcsolni, vagy megszüntetni. Úgy, hogy kihúzod a konnektorból a tápot. Ugye, hogyha csitítani akarod, akkor még bedugod a tápot. Tehát ha gondolattal akarod megszüntetni, akkor táplálod. Ugye van az a zen történet, hogy megvilágosodni könnyű, egyetlen dolgot kell csak csinálni, ne gondolj majmokra. Biztos hallottam. Ha mindannyian tudjuk, hogy mindannyian a dualitásban keressük valahol a megoldást, és éppen ezért esünk folyamatosan pofára, mert a dualitás által nem lehet megszabadulni. És ezért kell valamiféle más energetikai pontot találnunk, ami a gondolkodáson kívül, vagy gondolkodás előtti. Tehát például ez a pont, az például ez. Ez az egyik, ahogy illusztráljuk, ez általában az életben egy rendes fejbevágás, vagy egy rendes érzelmi fejbevágás, amikor biztos, hogy volt már olyan élményed, amikor elakadt a szavad, sőt, elakadt a gondolatod. Vagy nagy veszély, vagy nagy érzelmi hatás, vagy fizikai sok hatás, de hát ugye azért jövünk ide, hogy ne ezekből tanuljunk. Itt egyszerűen a testet egy olyan mozdulatlan formás állapotba hozzuk, amit így tudunk figyelni, hogy valóban mozdulatlan legyen, és a tudatnak pedig adunk egy horgonyt, ami vagy a hang és a tér figyelése, de csak figyelése, nem méltatása, nem minősítése, nem, semmit nem csinálunk, csak figyeljük és észleljük és semmi. És a pillanatról pillanatra rajta van, akkor nincs idő közbe vetni a lábjegyzeteket, amiket oly nagyon szeretünk. Tehát ez ugye az egyik, amit itt tanítunk is egyébként, az a tér és hangfigyelés, a másik a nagy kérdés, a mi ez. A mi ez az azért jó, mert az tényleg ráirányul bármire. Ez esetben ez a mi ez az egész létezésre irányul, ami itt valahogy rajtad keresztül megjelenik, de mégsem te vagy, de valahonnan jön. Mi az, ami nem mozdul? Mi az, ami mindig ugyanaz? Mi ez, mi ez, mi ez? És hogyha folyamatosan csak ezzel a nyitott tudattal nézel a dolgokra, hogy mi ez, mi ez, mi ez, akkor megint nem jut idő arra, hogy te az interpretációjadat kipörgesd, mert máshol van a fókusz, máshol van a horgony, máshol van az energia. És a legerősebbik, ugye, ami már nagyon konkrét, amikor egy mantrát használsz arra, hogy bármikor észreveszed, hogy pörög az agyad, pörög a gondolatod, akkor tudatosan ennek adsz egy tárgyat, ami egy mantra. Úgy, mint ugye a lovat, amikor így kikötözik a western filmekben a kocsma elé. És akkor az ott van, ott tartja, és egy idő után körülötte, ugye, mivel a gondolatok már úgy az általában a figyelem az, ami energiát ad a gondolatoknak is.
A figyelemben rengeteg energia van, ugye korábban is beszéltünk a figyelemről, és ezért van az, hogy az összpontosított figyelem az csodákra képes. És ezt most nem úgy kell, hogy na, akkor most itt most összpontosítok, és egyszer csak lesz egy bazsalikom palánta itt a tenyeremben. Lehet, hogy olyan is van, de minek? De azt tudjuk, hogyha folyamatosan ugyan arra összpontosított figyelmet gyakorolunk pillanatról pillanatra, évről évre, ugye mondják, hogy ha valamit nagyon jól akarsz csinálni, 10 000 óra belefektetett energia. Ez nem véletlen. 10 000 óra, hogy valamit csinálsz, akkor biztos, hogy lesz valami, mint ahogy hogy egy kőre csepegtetsz vizet. Szóval a figyelmet szedjük össze, és a figyelemnek adunk egy olyan tárgyat, hogy jelen esetben egy mantrát, aminek egyébként van egy minősége, van egy tartalma, van egy tudati hatása, ami pozitív. Tehát ami sütfőzt takarít a tudat alatt, de ami nem kell gondolkodni. És akkor ebben megy az energia, és a figyelem ide összpontosul, és szépen lassan, mondom szépen lassan, a gondolatok így el tudnak csendesedni. Egyébként a sporttal ugyanez megtörténik. Tehát ez az egyik alapvető hiba mostanság az emberi életben, hogy túl sok a mozgás igény ahhoz képest, hogy mennyit mozgunk. Tehát nem ennyit mozgott az elmúlt néhány száz évben sem az ember, mint most. Borzasztóan el vagyunk kényelmesedve, miközben úgy belénk van még azért kódolva, hogy menni kéne, csinálni, bányászni, mit tudom én, és nem fárasztjuk le eléggé a testet, nem adjuk meg a fizikumunknak azt, ami járna neki, és ezért az az energia szépen visszacsap ilyen gondolkodásba, és az a gondolatokat meg szépen önmagunk ellen fordítjuk, mert hogyha kívül nincs tevékenység, akkor belül teremtünk egy olyan harchelyzetet, amit a tudatunk ugyanúgy él meg, mint egy háborút, és ezért van annyi infarktus, meg gyomorfeké, meg minden, mert nagyon kényelmes világban élünk, de közben belül nagyon sokszor nagy harcok vannak, éppen ezért, mert nem megfelelően van az energia lekötve. Tehát éppen ezért először is ajánlott valamiféle fizikai dolgot végezni, hogy amire oda is tudsz figyelni. Tehát mondjuk nem egyből precíziós körfűrészelésre gondolok, mert ott a testi dolgok is. Mi a mesterséget, ha megkérdezhetlek? Bankba dolgozok. Ja, elnézést. Na szóval, hogy a megfelelő helyre kell az energiát irányítani, és akkor nem megy minden a gondolatokba. Az nem baj, hogyha a gondolatokba megy egyébként, csak amikor akarjuk. Tehát, hogyha folyamatosan pörög valami, akárha egy gép is, akkor azt tudjuk, hogy előbb-utóbb elromlik, előbb-utóbb lemeríti az energiatartalékokat, és egyébként sem hoz úgy semmi hasznot. Tehát elég hosszan mondtam el, de a lényeg, hogy a gondolatokat ne akard elcsitítgatni, adj egy másik fókuszt. Nem tudom, próbáltál már kisgyereket megnyugtatni, ha valamire rágörcsölt, valószínűleg észrevetted, hogy azzal, hogy mondod, hogy ez így nem baj, az úgy nem jó neki, de hogyha egy nagyon ronda békát hirtelen oda tettél elé, akkor lehet, hogy hirtelen akkor megnyugodott, mert elterelte az a figyelmét. És ugyanezt tesszük a legtöbbször a belsőnk, a gondolataink úgy viselkednek, mint egy kisgyerek, és mi is úgy viselkedünk, mint egy kisgyerek, még akkor is, hogyha ilyen nagy szakálunk van, és belül nem neveltük meg magunkat. Hát energetikailag, tudatilag az ilyen helyen, mint ez a templom, itt dajkálgatjuk, bölcsizgetjük, óvodáztatjuk azt a tudatot, ami nagyon sokra lenne képes, nagyon sok örömet tudna, sőt, megkockáztatom, még hasznot is tudna nekünk hozni, hogyha megfelelően odafigyelnénk rá, és nem gondolnánk azt, hogy azzal, hogy megtanultuk az ABC-t, és az, hogy 6x8=48, vagy egy szakmát, azzal úgy már így ki is hoztuk az emberi minőségünkből és tudatunkból azt, ami lehetséges. Mert valamiért csak felnézünk néha a csillagos égre, és csak érezzük, hogy valahogy kéne azzal egy kapcsolatot teremteni.
mert hogy mi is itt vagyunk, és az is itt van. És ez nem lehet, hogy ez a kettő különböző. Na de hogy? A Dharma teremben ülünk, és beszélgetünk. Így. Bennem az merült fel, ugye tegnap itt volt a fiam, és kérdeztem tőle, hogy hát milyen élmény volt neki az, amiben részt vett. Ő annyit mondott, hogy stresszes, mert hogy nem tudott megfelelni annak, amit ő elvárt volna. Más embert viszont egy ilyen sikervágy éppen, hogy meghajt, hogy csinálja, hogy el is érje. Hogy min múlik az, hogy valaki ennyire bestresszel, és inkább nem csinálja, nehogy véletlenül is rossz élménye legyen belőle, a másik embert meghajtja, hogy tud menni. Hát a fiad nincs itt, úgyhogy nem tudom, hogy őt mi hajtja. Az, hogy általában kit mi hajt, hát azt én honnan tudjam, úgy általában. A stressz, ugye a Buddha is az egyik legnagyobb félelemnek nevezte a nyilvános szereplést például. De a félelem az mindig egy olyan tudati akadály, mint ahogy a Szívszutrában is benne van, hogy akadálytól mentes a tudata, és mivel akadálytól mentes a tudata, rettenthetetlen, és meghaladva minden illúziót, az elrobbanást eléri. Tehát a félelem mellett általában ott van valamiféle tudati akadály. És a tudati akadály az legtöbbször valamiféle vagy vágy alapú, vagy gyűlölet alapú, valamilyen önkép alapú, valamilyen képzelt alapú irány. Tehát az, hogy ki mit gondol sikernek, az nagyon sok mindenen múlik, de az biztos, hogy a halált, mint jelenséget, ezt úgy kevesen veszik bele a siker holdudvarába. Tehát általában, aki már jól él, úgymond jól él, tehát hogy sok pénze van, stb., az szeretne örökké élni. Úgy gondolja, hogy akkor az a siker, hogyha örökké élne. Holott nagyon gyorsan kiderül, hogy az sem siker igazából az örökké élet. Tehát a siker az olyan kulturálisan, meg olyan borzasztó bonyolultan definiált folyamat, amit mi általában valamilyen szinten vagy a szülőktől, vagy a társadalomtól valamilyen féleképpen elfogadunk, de az, hogy erre mi milyen választ adunk belül, az hosszú távon nem mindegy. És az, hogy mi hajtja az embereket, hát az tényleg nem tudom. Tehát általános kérdése eleve nehéz általános választ adni. Az biztos, hogy nagyon-nagyon sok mindent legyárt az ember magának azért, hogy érezze, hogy él. És általában ezek a dolgok, amikor eléri ezeket a dolgokat, akkor döbben rá, hogy hát azért mégiscsak kellene még egy lépés. Ugye a zenben is mondjuk, hogy még egy lépésre van szükség, legalább egy lépésre. Tehát oké, hogy megvan a ház, megvan a pénz, megvan az egészség, megvan, és akkor mi van? Tehát a sikert általában valamivel nagyon infantilisen nézzük, és nagyon pillanatnyi, és nagyon megfelelés-centrikusan, hogy én ugye akkor fognak engem szeretni minél többen, főleg a lányok, hogyha én egyre nagyobb súlyokat tudok felemelni, és ettől egyre nagyobb izmaim lesznek, és ezt akkor meg tudom mutatni.
Nem tudom. Lehet, hogy ez is az. Nem tudom. De mikor már megvannak az izmok, akkor meg mi van? Akkor utána mi lesz a siker? És eleve a sikerben azt a dinamikát, ezt a teremtés, megtartás és megújulás, vagy pusztulás, vagy tanulás dinamikáját úgy nem szeretjük belelátni. Tehát ezért van az, hogy legtöbbször öregen is manapság az emberek olyan sikert keresnek, amit mondjuk fiatalon. Tehát, hogy még mindig nőket akarnak hajkurászni, még mindig valamiféle ilyen, olyan úgy akarják magukat élőnek érezni, amit már úgy normális esetben meg kellett volna, hogy haladjanak. És a meghaladás talán a sikernél az így kulcs szó lehet, hogy mikor halunk meg, és mikor haladunk meg valamit. Mikor halunk bele valamibe, és mikor haladjuk meg azt a valamit. És mivel testbe születtünk, és mivel értelemmel bírunk, ezért bennünk van alapvetően a legnagyobb vágy, a legalapvetőbb vágy, hogy ezt valahogy, ezt a nagy élet-halál kérdést megoldjuk. Ugye a Buddha is úgy indult útjára, hogy meglátta, hogy ebből nincs kiút, ez teljesen, hogy szóvicceléjek, hétszentség, hogy meg fog halni. És akkor kezdte keresni, hogy hát mégsem lehet az ember ennyi, mégsem lehet ő, mint lényeg, mint Buddha természet ennyi. És hát akkor, hogyha a sikert így értelmezünk, akkor eljutunk a nagy bódhiszattva fogadalmakig is, ugye, hogy a szenvedő lények számtalanok, fogadjuk, hogy mindnek segítségére leszünk. A szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadjuk, hogy mindtől megszabadulunk, a tanítások sokrétűek, fogadjuk, hogy mindet megismerjük, az út a teljesség elérése, fogadjuk, hogy végigjárjuk. Nos, ezek a fogadalmak úgy egyenként szépen sorba véve, azok mind lehetetlenek. De mégis megfogadjuk őket, mert az emberi lét voltaképpen lehetetlenség, hogyha logikával nézzük. És ez a szépsége, és ez az ijesztő mi volta is. De a siker, az a vég, amit itt sikernek nézünk, tehát az irány, az elérni a felébredést és segíteni minden érző lénynek. De azelőtt még egy csomó apróságon át kell menni, amíg elérjük ezt a, hogy tényleg ez legyen a akár a testépítés mögött, ez legyen a hajtórugó, hogy elérni a felébredést, segíteni minden érző lénynek. Akár egy mozigépésznek ez legyen. És ezért van az, hogy ennyiféle ember különböző siker képzettel, mert biztos, hogy mindenkinek sikerre képzette, valamiért eljött ide ma este, és valamiért kíváncsi arra, hogy hogyan lehet tényleg emberileg a legtöbbet, legjobban kihozni ebből, ami van. És igen, ez legtöbbször traumákon keresztül, stresszen keresztül vezet, és ezzel nincsen semmi baj. Csak hogyha valaki már eleget stresszelt, valaki már eleget szenvedett ahhoz, hogy felismerje, hogy ez tulajdonképpen csak egy energia, amire rá tud nézni, mert az energia nem magától van, hanem az valahonnan jön, valami létrehozza. És az, ami létrehozza, az látja is, és ezt tudja valamelyest, ezt teremti. Tehát teremtő pozícióban tud lenni. És addig, amíg ezt észreveszük, addig sok stressz, sok csalódás, sok félreút, sok ilyen-olyan próbálkozás van, amivel semmi baj nincs, csak végsősoron ezek általában elvisznek oda, hogy felismerjük ezt, hogy valamit azért kellene, meg kellene nézni, hogy ez egész honnan jön, rá kellene látni, hogy ez egész honnan jön. Rá kellene látni ennek a szabadságot, és ez egy picit ijesztő. Ez egy picit ijesztő, mert mambo-jumbónak tűnik ránézésre, kicsit ilyen himi-humi dolognak, és nem utolsó sorban egyfajta önfeladást követel, nem egyfajta, hanem önfeladást. És ez a másik paradoxon, hogy hogyan talál meg az igazi önvalómat úgy, hogy amit igazi önvalónak hiszek, az önképemet,
azt itt feladom, leborulok a Buddha előtt, és szépen felemelem. Ezt, amíg magától az ember meg nem lépi, addig nem lehet vele megléptetni. És ahogy meglépteti az élet, az általában így vagy úgy stresszes, vagy fájdalmas. És általában a siker, mint motiváció mindenki mellett ott van, mert senki nem akar rosszul élni, senki nem akar boldogtalan lenni, csak az, hogy mivel azonosítja ezt a boldogulás képet, ez változhat. Szeretem azt hinni, hogy amit itt mi végzünk, az egy helyes irány ebből, mert már tesztelték évezredeken keresztül, és egy kicsit még én is teszteltem néhány éven keresztül. De itt vagytok, hogy ti is teszteljétek, amennyire csak lehet, és ha valami probléma van vele, akkor nyugodtan vissza lehet jönni, és visszajelezni, hogy hát ez bizony nem így működik, és akkor ez folyamatosan fejlődik. És hogy mennyire leszünk sikeresek hosszú távon, azt szintén nem tudjuk eldönteni, de a környezetünk azért, ha szerencsénk van, és visszajelzés, és hogyha jól csináljuk, akkor általában azért szokott jeleket adni. Sokszor egészen fura szögből. Tudom, hogy nem válaszoltam a kérdésedre. Egyéb kérdés? A koan gyakorlással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Hogy lehet jól dolgozni egy koannal? Meditál vele az ember? Gondolom, hogy nem gondolkodik rajta. De hogy ez hogy van? Hogy egyszerűen csak egyszer elolvassuk, és akkor várunk, hogy valami megjelenjen majd egyszer csak? Vagy érdemes beépíteni a meditációba például kérdésként? Te hogyan kezdtél el zenélni? Már nem emlékszem. Ami az első, amire emlékszel? Általános iskolában elmentem egy zenetanárhoz, és ott elkezdtem. És valami megtetszett? Igen, vagy csak mentem így az áramlattal. És a mai napig zenélsz úgy, hogy tulajdonképpen nem is érdekel téged. Nem, ez nem igaz, de hogy az elsőt kérdezted. És hogy... Arra akarok kiukadni, hogy a koan az egy kicsit ilyen, hogy összeszedi a figyelmedet. Tehát milyen a koannal, hogy lehet jól dolgozni? Nem kell jól dolgozni egy koannal. Tehát ezt a koannal pont, hogy ezt a jót meg a rosszat, ezt a megfelelést kényszert, ez érdemes elengedni. Azzal együtt azért mégis kell dolgozni vele, ugye már megint egy paradoxon. Úgy dolgozol vele, hogy nem is dolgozol. Hogy dolgozol egy ez véletlenül volt már dolgom az, hogy dolgoztam egy zeneművel. Van egy író, most kiírta a Fehér Királyt, most nem jut eszembe a neve. Ő mondta, hogy a felesége, amikor látja, hogy ott ücsörög a szobában, és nézi a plafont, és fekszik az ágyon, nem tudja a feleségének elmondani, hogy ő most dolgozik. Tehát a koannal is úgy dolgozunk, hogy tesszük a dolgunkat folyamatosan, de általában az a koan, aminél megakadunk, az nem véletlenül akadunk annál a koannál meg. És attól függetlenül, hogy most nem akarom levezetni a koanoknak a szakmódszertanát, mert azért van némi analógia itt-ott, de azért ez változik folyamatosan és személyenként is. És általában egy olyan koanban akadunk el, ami nekünk valahogy tudatilag egy picit ilyen blankabb. Tehát tudatilag egy picit olyan folt van, ezért ezt nem látunk, mert a koannak ugye az a lényeg, hogy a szituáció, csak lásd, csak ilyenséget, csak azt lásd, ami van, és lásd meg a lényeget, és a különböző mellékvágányokat, azokat hagyd figyelmen kívül, amik elterelnek. Mert az életben általában ugyanez van. Tehát, hogy észrevenni azt, hogy hol, mik a zajok, és mi az, ami fontos. Hogy adott esetben,
hogyha éppen a fagylaltért állunk sorba, és nagyon jó fagylalt, és nagyon hosszú ide állunk sorba, de már mindjárt sorra kerülünk, de mellettünk éppen egy kisgyereket szinte elüt egy autó, akkor azért kiugrunk a sorból, hogy elkapjuk azt a kisgyereket inkább. Nem bírják fel, hát elég rég állok már ahhoz a sorban, hogy most ezt így, ja. Szóval, hogy észrevegyük a súlypontokat, a tudati súlypontokat, amik az életet egyébként egyszerűbbé, tisztábbá. Ugye a koanoknak a lényeg, hogy helyes szituáció, helyes kapcsolat és helyes cselekvés, vagy helyes gondolat, vagy helyes érzelmi viszonyulás. És az, hogy ezeken te hogy tudsz dolgozni, hát a koanok adnak neked egy szépen a hagyomány által, zenmesterek által tudati laboratóriumban legyártott szituációkat, amik által te mondjuk megúszhatod azt, hogy elválj háromszor, mielőtt rájössz arra a mintára, amit te ismételgetsz, és ne ott kövesd el a hibákat, ahol nagyon hosszan gyógyulnak ezek a sebek, hanem ezt tudatban szépen, még a szoftveresen hozd helyre, mielőtt valakit letarolnál tévedésből vele. És ez pedig úgy, hogy a koan folyamatosan bent dolgozik, ott van a tudatodban, mellé teszel egy gyakorlatot, és neked csak az a feladatod, hogy a nem tudó tudatot, tehát az nem tudomot, ezt engedd, hogy annyira stabilizálódjon, hogy találkozzon. Ez a nem tudom, ez a tiszta, térszerű, tükörszerű, nem tudom tudat, találkozzon a koannal, és akkor meg tudod látni, és akkor megválaszolod, és akkor jön a következő. Tehát így dolgozz. Ne felejtsd el, de ne agyalj rajta. Biztos voltak már olyan szituációk az életedben, amikor a erőltetett, görcsös megoldást, kényszerét, amikor elengedted, akkor egyszer csak valahonnan a semmiből egyszer csak így bejött. Ez lehet például egyébként, hogy hol a kocsi kulcsom. És akkor egyszer, jó, akkor most egy kicsit inkább leülök, és nem keresem, és nagyon sokszor bejön ez, hogy egyszer csak, aha, valami olyan jó helyre tettem le, amit akkor úgy gondoltam, hogy jó hely, mert direkt úgy gondoltam, hogy jó hely, ugye? Na, ezt most ide teszem, és megfogom, ezt most itt meg fogom találni. Pontosan ezzel írjuk felül ezt a, na, ezt itt meg fogom találni, és ebbe belenyugszunk. Vettétek észre? És így működik a duális tudat, hogy ezzel, hogy ezt meg fogom találni, tök biztos vagyok benne, hogy meg fogom találni, bele is nyugszok, el is felejtem. Hogyha meg azt mondja, jaj, csak nehogy rendőrrel menjek ma este szembe az úton, mert tehát ez szituációkat is, meg az ilyesmiket is, duálisan így vonzuk szépen befele. És a koanokkal is ez, hogy csak tegyük oda le, tegyük le, és egyszer csak behozza a megoldást valószínűleg. De akkor sem az a fontos, hogy megold, hanem az a fontos, hogy milyen a felé fordított energiád. Hogy tudsz-e pillanatról pillanatra figyelni, észreveszed-e magadban a zajt, észreveszed, vissza tudsz-e térni ide, és lásd, hogy a padló barna. És ez sokkal fontosabb, mint az, hogy szállítsd a koanokat, a 9 kaput, vagy a 10-et, vagy a 11-et, teljesen mindegy. Pillanatról pillanatra, hogyha már hogyha koanokat gyakorolsz, akkor nyugodtan minden pillanatot foghatsz fel koannak, és azt nem úgy mondom, hogy akkor minden pillanaton agyalj, hanem pont, hogy nem. Na, el is kezdtél agyalni. És ilyenkor. Vagy ta-ta-ta-ta. Esik az eső? Igen. Mit gondolsz arról, hogy ha te nem találkoztál volna a zennel, akkor most milyen ember lennél, hol lennél, mit csinálnál?
Én egy villamos lennék akkor most szerintem, a 6-os, 8-as villamosok egyike lennék. Te magad lennél a villamos? És álmomban csöngetnék egy picit. De elgondolkodok ezzel. Na, ez a baj. Ez a mi lenne, ha, mi lett volna, ha, ezek azok a kérdések, amiket többek között ezzel. Értem. Tehát, hogy a vadakat terelő juhász, vagy tűzoltó, vagy katona, vagy rocker, mondjuk az még talán egy kicsit igenis. Szóval a mi lenne, ha, mi lett volna, ha az teljesen mindegy, mert ami most van, az azzal tudsz valamit kezdeni. És látom, hogy bólogatsz, látom, hogy egyébként, de mégis szeretnénk tudni, még néha még Jóshoz is elmegyünk akár. De azt tudnotok kell, hogy a jósok, a gyakorlóknak nem szívesen jósolnak, mert képlékenyebb lesz a ettől. Mert ugye az, hogy mi lesz, az nincs kőbe vésve. Vannak tendenciák, vannak izék, van egy kocsid, nem biztos, hogy fának fogsz menni vele. Tehát vannak tendenciáink, vannak, amit ugye hozott karma, stb. Viszont ezeket minél nagyobb térben tudjuk kezelni, annál inkább tudunk belőle mást kihozni. Az, hogy mi lett volna, ha azzal tényleg nem tudok mit kezdeni, mert de nagyon csábító. Hogy mi lett volna, ha hamarabb kiveszem a pénzem egy izéből, egy tőzsdei akció, stb. Vannak ilyenek. Mi lett volna? Mit tudom én a következő nap meg? Ebből filmek is készültek egyébként. Van egy ilyen Gwyneth Paltrow-val, a Sliding Doors. Nem tudom, hogy a nő kétszer, azt hiszem, az a filmnek a címe. Hogy arról szól, hogy egyszer eléri a metrót a nő, mert utolsó pillanatban valaki az ajtót neki ki megtartja, és mivel megtartja, éppen eléri a férjét, akit éppen rajta kapja megcsaláson, és egyik irány, és a másik ugye nem éri el, és hazaér, és minden megy tovább a régi vágásban. Érdemes, ez egy ilyen egészen érdekes kis film. Ezzel az ember szeret elszórakozni, de nem véletlenül mondjuk, hogy mikor ezt a hangot hallod, egy pillanatra ellen nincs jelen múlt jövő, nincs. Ebben a pillanatban csak a tiszta térszerű, tükörszerű pillanat van, és ide vezetett el minden, ami addig volt, és teljesen mindegy, hogy hány párhuzamos univerzum van, hányféle variáció lehetséges. Most miben segíthetek? Most, hogy itt a táborban megtanultuk, hogy milyen egy napi rend, amikor itt vagyunk a templomban, otthon ezt hogyan folytathatjuk? Így. Mert néha dolgozni is kell menni, és nem csak 2 órát. Napi rendet azt a te életedben te alakítod ki. Sokszor mondjuk, hogy jaj, nincs időm, de van. Tehát arra van időd, amire szeretnéd általában. A kislányom most például pont beállt arra, hogy kb. Ilyen templomi életrendre, aminek nem mindig örülünk a hétköznapokban. Tehát 6-kor kell, és vagy 5-40-kor kell, és mondjuk itt inkább 4-kor kellünk. Érdemes valamiféle rendszert, ami, hogyha ez így megtetszett, hogyha tetszik, és nem úgy érzed, hogy kényszer, már pedig úgy 2-3 nap alatt az ember rájön, hogyha fel kell reggel 4-kor, akkor milyen szép hosszú a nap, mire 10 óra van már, mennyi mindent meg lehet csinálni, és egész rendesen, egész normálisan. De van, aki éjjel tud jobban gyakorolni, van, aki akkor szeret gyakorolni, amikor lemegy a nap. Ez alkat kérdése. Általában azt szokták mondani, hogy napkelte és a napnyugta, azok mindig nagyon jó időszakok gyakorolni például. Tehát hogy van egy akkor, hogyha egy 40 percet, például egy fél órát, nem fél órát, 40 percet gyakorolsz, az úgy jó tud lenni. De ha máskor akarsz gyakorolni, akkor máskor. A lényeg, hogy mint említetted te is, hogy valamiféle rend legyen, és legyen benne valamiféle rend.
Tehát rendszeresség. És inkább csak kevesebbet, csak legyen meg egy rendszer. De mindig eszembe jut az, hogy most megint hazabeszélek, megint a gyerekekről jut eszembe, hogy ugye a gyerekek szintjén, meg a kisgyerekek, a piszin gyerekek szintjén még automatikus valahogy, hogy normálisan éljünk. Tehát normális ételt adunk nekik, lehetőleg minél tisztább ételt adunk nekik, lehetőleg minél tisztább vizet, minél több figyelmet adunk nekik, minél jobb rendszert találunk ki, és úgy általában olyan dolgokat, ugye nem adunk neki alkoholt, cigarettát, stb., amit magunknak később vagy igen, vagy nem, de legtöbbször igen. Tehát akkor még úgy, meg a másik, amire rájöttem, hogy a gyerekek szintjén például még ez a cserebere, hogy a legkevesebb szer hallom anyáktól azt, hogy el akarják adni a kinőtt ruhákat. Mindig odaadják. Ugye? Amit az emberek megcsinálhatnának felnőtt korukban is egyébként, hogy valami nekem nem kell, akkor továbbadom a másiknak, de valamiért a kisgyerekeknél vesszük észre ezt a rendszer szintű normalitást, hogy hogyan jó enni, hogyan jó aludni, hogyan jó ruházkodni, stb., meg együttműködni, ugye. Ez csak a rendről jutott eszembe, hogy azt tudjuk, hogy kisgyerekeknek nagyon fontos a rend, és a nagygyerekeknek is nagyon fontos a rend. Tehát éppen ezért, hogyha már mit tudom én, csinálod mondjuk 40 napig csinálsz egy gyakorlatot minden reggel, 41. napon, ha kiadod, akkor lesz valami hiányérzeted, ami ugyanúgy függőség, mint bármi más, de ez talán valamiféle jobb fajta, hogyha mondhatok ilyen borzasztó, duális dolgokat, hogy jobb fajta függőség. Legalább emlékezteted magad, ugye? Vagy ha leteszed az 5 fogadalmat, akkor is emlékezteted egy picit magad, egy pici füstölő által égetett jellel, hogy te ezt leted, hogy emlékezted magad, és a forma, ez mindig egy emlékeztetés. És amíg a forma ki nem ürül, amíg a formának van tartalma, addig van haszna. Mikor a forma öncélúvá kezd válni, hogy mondjuk csak azért csinálsz naponta 100 leburulást, mert mondjuk én azt mondtam, onnantól fogva annak az már bármit csinálhatnál helyette. Előbb-utóbb persze, mint hogy az imént is sikertőkérdezte, előbb-utóbb a formába bele fogsz halni, vagy az unni, így vagy úgy. Előbb-utóbb a forma ellen úgyis lázadni fogsz, mint ember, mert az ember alapvetően lázad a forma ellen, de ez a te választásod, hogy lázadsz a forma ellen, vagy felhasználod a formát a tovább lépésre. És erre lehet a rendet, a rendszerességet használni a mindennapokban is. És nem kell tényleg nem nagy falattal kezdeni, csak hogyha itt neked valamelyik, vagy az ének, valamelyik napszak, valamelyik megtetszett, akkor szépen magadnak tégy félre valahogy egy olyan időpontot, egy olyan helyet, ha fél óra, fél óra, ha két óra, két óra, amit szépen következetesen használj erre a dologra. És kész. Tehát ez olyan, mint ahogy, mit tudom én, reggel felkelünk és fogat mosunk. A tudatunkkal ugyanezt meg kell tenni. Naponta vagy hetente. Tehát egy kicsit tisztítani. Egyéb kérdés? Hát én azt olvastam a zen iránytűben, hogy ugye a széknek van egy formája, és hogy ez valóban üresség, ezt úgy megtudhatjuk, hogyha mondjuk felgyújtjuk a széket, és visszamegyünk egy kis idő múlva a szobába, akkor láthatjuk, hogy ez üres. Vagy szóval, hogy már nem egy szék, csak egy kupac hamu, de most sejtem, hogy mi lesz a válaszod, de hogy mi van a hanggal, annak milyen az üressége. Vagy hogy tudom ezt megmutatni? Jó, hát ennyi. Nem elég. És mi van az illattal? És mi van a fénnyel?
De most, ha mondjuk befogom az orrom, a fülem vagy a szemem, attól még ugyanúgy ott van, csak nem látom. Igen. Vagy hallom, vagy... Jó viszont. Sokáig fogd be, lám, tényleg ott van-e. Na jó, most nem szaladok tovább a csont után. Köszönöm. Megelőztél. A nyíl már átment a városon. Ez, hogy mi legyen a hanggal? Vajon mennyi idő alatt jut el hozzád az én hangom így? Mit szeretnél a hangtól? Nem tudom. Nagyon jó. Mindennel ez van. Tehát minden érzékelése, hang, legyen az hang, vagy fény, ugye? Ha nem verném vissza a fényt, akkor nem látnál engem. Akkor mi van a fény? Akkor én most vagyok? Mi van a hanggal? Ugye, hogy ez, a minap, ugye a hangot, azt, egyik nap a hangot hiszem el jobban, másiknak pedig az illatot. Mert minap pontosan ez a kérdés tevődött fel, hogy az illat azért az a legnehezebben megmagyarázható talán. Tehát vannak ilyen emberek, akik ugye többet érzékelnek a létezésből, és mondják, hogy van a tudatnak is sokszor van egy illata. És az illatot választják, és nem a látást, mint érzékelés analógiát vagy hasonlatot, holott ugye egyikbe se tartozik ez se bele, mi inkább azt mondjuk, hogy láss tisztán, hallj tisztán. Azt mondjuk, hogy láss és hallj tisztán, de tudjuk, hogy látás és látás, hallás és hallás nem ugyanolyan. Egyik pillanatban ilyen, másik pillanatban olyan. Hogy mi van a hanggal, az attól függ, hogy benned mennyi zaj van. Hogy, hogy akkor mi van a hanggal, az pontosan azon múlik, hogy neked mennyire tiszta a szeizmográfod. És akkor meg tudod az esőt is hallani, és akár még meg tudod a közelgő idők szavát is hallani, mert azok is jelen vannak valahol a térben. Hogy mi van a hanggal, ezt nem tudom, és ez nem tudom. Ez nagyon jó, és erre figyelj pillanatról pillanatra. És akkor majd kapsz választ, és a kőoroszlánnak az ordítását is meghallod. Egyéb kérdés? 12 éves körül voltam, amikor semmiből jött az a kérdés, hogy ki vagyok én, és hogy mi ez. Ez ilyen identitás probléma, zavar. Néha megkérdezem, hogy honnan jött. Mi? Ez a kérdés. És honnan jött? Nem tudom. Nagyon jó. Tartsd meg ezt a nem tudom. Csak ja. Akkor nagyon féltem tőle. És most mit válaszolnál? Hát most az annak elülök. A kislánynak, aki egyszer csak megy az úton, és mint egy rezsirész hóvége felé, ugye egyszer csak ugye a fejére roskald egy ilyen kérdés, hogy ráesik, hogy mi ez? Hát igazából azt mondtam magamnak, hogy ezt meg fogom oldani. Hogy meg fogod oldani? Meg fogom oldani, igen. Hát... Egyedül. Igen? Aztán csak itt vagyok. Most is ezt kérdezed, megoldottad? Nem. De most merem megkérdezni. Nagyon jó, és mi a válasz? Hát, amikor ütszabottan, akkor... Nem akarlak megütni a bottal. Ne nem provokálj, engem. Megtörténhet. Mi a válasz? Uh-huh. És mi? Szürke ruhád van. Nagyon jó. Esik az eső. De most elbizonytalanodtál. Tényleg esik az eső? Az ilyen kérdések, azok a te döntöd el, hogy pánik vagy nem pánik. Akkor, amikor kislány voltál, tudtad, hogy ez pánik? Vagy később ráragasztottál egy bélyeget, amit később ilyen-olyan olvasmányok, ilyen-olyan tapasztalatok, spirituális útkeresések után, az a kislány ott akkor pánikolt. Csak annyit éreztél, hogy valami furcsa.
Tehát lehet, hogy azt a kislányt, azt érdemes visszakérdezni, hogy te hogy viselkedtél akkor, amikor ez a kérdés megjelent? Hogy mennyire volt őszinte a nyitott tudatod? Lehet, hogy őszinté volt, kevesebb okosságot próbáltál akkor, csak így ment, és ha igen, megtörténik. És ezt itt szinte, hogy itt művileg lombikban hozzuk létre ezt a nem pánikot, csak ezt a mi ezt, hogy végre tegyük fel egy kicsit mélyen és őszintén, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk elhinni a gondolatainkkal, elvárásainkkal, vágyainkkal, félelmeinkkel azonosítani, pótolni azt, ami van. Mert egyfajta biztonságérzetet ad az a fogalmiság, ez a megkülönböztetés, gondolatiság, ami egy pontig kell is, mert ha nem különbözteted meg a feketét a fehértől, akkor elüt a zebrán a kocsi. De hogyha ezt egy pont után már nem funkcionálisan használod, akkor elkezd téged szépen belülről szétszedelni, ez olyan, mintha nem kapcsolod ki a kenyérvágó kést, miután a kenyeret felvágtad vele, hanem viszed magaddal az ágyba is, hogy vele aludjál, és akkor fülek nélkül ébredsz, és nézed, hogy mi ez a baj, hát ilyen a gondolkodás. Tehát egy idő után ezeket a pótlásokat, ezeket a gondolati vélemény dolgokat, ezeket valahol észre kell venni, hogy mind valahonnan innen jön. És alapvetően a nem tudomból jön, és ez a nem tudom, ez sokkal-sokkal értékesebb, és kevésbé ciki, mint gondoljuk. És ezért van az, hogy ha nem leszünk gyerekek újból, nagyon fontos, hogy újból, akkor nem érhetjük az Isten országát, vagy bárhol is legyen az Isten országa, hol? Ne hozzunk létre ott, meg délre, meg keletre, meg állandóan kapálozunk körbe-körbe, na ezért üllünk egy kicsit. Akkor ez most Isten országa, vagy pokol? A te felelősséged és a te szabadságod pillanatról pillanatra. És ezt a kislány sokszor jobban érzi, viszont még nincs meg az a kognitív pofára esés mögötte, ami ezt valahol neki személyes tapasztalattá tehetné. Tehát ugye ez a nem mindegy, hogy egy problémába belehalunk, vagy meghaladjuk, hogy foggal, körömmel védünk valamiféle nézetet, hogy ugye mindig a newtoni fizika az érvényes. Nagyon jó a newtoni fizika, amikor a lisztet mérjük ki a süteménybe, de egy idő után már a kozmikus liszt, a kozmikus sütemény már nem lesz jó a newtoni fizikával, már kell valami mást is, és ehhez meg kell valamiféle nyitottság, ami a mi ez. Ez a nem tudom. És ez hasznosabb. Viszont előtte, ugye, mielőtt Einstein is a kozmikus sütit begyújtotta, a relativitást, azelőtt azért átesett ezen az előzőn is. Tehát inkább meghaladni, mint beledőn. A másikat pedig ugye, a másikat meg inkább elégették, mint hogy a meghaladó bölcsességét észrevegyék. Szóval ezt az ember úgy nehezen fogadja el a meghaladást sokszor, főleg másoktól. Ezért jó, ha magán elkezdi, mert hogyha magadon elkezded, és magadat elfogad, és akkor is például ezt a gyereket, aki egyszer csak meglepődött, vagy akár meglepődhetett egy virág illatán is, csak az ennyire nem maradt meg, akkor az most tud segíteni neki is, meg neked is, mert mind a ketten itt vagytok. És még egy csomóan. De egyik kötök sincs. Akkor mi van? Csepereg az eső. Csepereg az eső. Még pár hónapja volt egy élményem, mikor csiripeltek a madarak, és láttam, és így teljesen eltűntem a pillanatba. Fogalmam sincs, hogy mi volt ez, és azóta is ezt keresem, de sose találom meg, és hogyan ne keressem ezt, hogy megtaláljam újra. Már meg is találtad.
és el is vesztetted. Kicsit bővebben, különböző élmények érhetnek bennünket bármikor, nem csak meditáció során, csak meditáció során ezeket jobban megjegyezzük, mert izoláltabbak ideális esetben, mert a többi impulzus szépen le van csendesítve, és akkor mi ott ülünk a közepén, és nézzük, hogy mi ez. És akkor anélkül, hogy előfizetnénk egy csatornára, anélkül, hogy egyszer csak van egy valamiféle élményünk, ami azt mondja, hú, ez aztán nagyon jó, és azt gondoljuk, ez biztos, mivel olyan jól esett, ez közelebb fog akkor a megvilágosodáshoz, bármi legyen is az, minket vinni, és elkezdjük keresni ezt az élményt, sőt, még utána is olvasunk, elolvassuk, hogy milyen volt másnak a megvilágosodás élménye, milyen volt másnak az élménye, és egyre több elvárást teszünk bele, és egyre többet kell csalódni, mert ugyanaz nem fog visszajönni. Na hát így találod meg, hogy ne találd meg. Tehát pillanatról pillanatra tartsd a gyakorlatot, és ne csekkold a gyakorlatot, ne ellenőrizd, és ne várd el a gyakorlatot, hogy ez meg az jön. Egyik pillanatban akkora tért fájás jön, mint a ház, másik pillanatban pedig egy akkora poén jut eszedbe, hogy mint a Monty Pythonnak a világ legnagyobb poénja, amiben rengeteg ember belehal, mikor elolvassa. Nagyon jó sketch, ajánlom figyelmedbe, nagyon zen, szerint. Szóval pillanatról pillanatra, ha gyakorolsz, akkor majd lesz másik. Tehát bízz egy kicsit az univerzumban, hogy azért van elég atom, meg molekula, meg variáció ahhoz, hogy pillanatról pillanatra neked tudjon valamiféle frissességet nyújtani, de ezt csak akkor tudod érzékelni, hogyha te nyitott vagy erre, hogyha nem akarod állandóan konzervbe zárni az élményeidet, meg magát az életet. Valamelyest szükség van rá, de mivel már felnőttél, mivel már élsz, mivel már virulsz, ezért azért ezt a formát, azt érdemes, mint az imént is említettem, érdemes a maga helyén kezelni, amikor átmész az úton, vagy amikor bevallod az adódat, oda kell a matek, kell a logika, kell a körültekintés, de amikor itt vagy, itt nem jön az autó, nincs matek, forma az van, és csak engedd, hogy pillanatról pillanatra lélegezz és figyelj, és nem kell semmit sem keresni. És nézd meg azt, hogy ez hogyan jön és megy. És ugye azt keresjük, ami nem jön és nem megy. De mielőtt ez a nem jön és nem megy, hogy elérnénk, azelőtt egy csomó minden bizony jön és megy. És ez nem jó, nem rossz, és ne is csináljunk belőle jót meg rosszat, mert akkor az eredeti fényig nem jutunk vissza. Állandóan mellé teszünk egy-egy ilyen papírmasét, hogy jaj, de szép, 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 jaj, de szép. De igazából mindannyian szeretnénk az a generátorig eljutni. Minimum a kapcsolóig. Mi az, amikor az ember azt érzi, hogy megáll az idő, vagy lelassul az idő? Ilyen. Azért van idő, mert van húgyhólyagunk. Meg tüdőnk. Tehát, hogyha nem veszel levegőt, akkor úgy nagyon gyorsan elkezded érezni, hogy van idő. Az idő létezik. Ahogy így szépen így pumpálódik kifele. Sun Tzu Zen mester is azt mondta, hogy hogyha valakivel találkozol, aki azt mondja, hogy ő már mindent megtapasztalt, ő már mindent megélt, neki már nem tudnak újat mutatni, hogy nagyon jó, akkor fogd be az órát meg a száját. És nézd meg, mi lesz. Az idővel is egy kicsit ez van, hogy az idő, az tulajdonképpen egy ritmus. És
Én most nem vagyok sem csillagász, sem atomfizikus, se semmi. Biztos okosabbat tudnának a fotonokról, meg az, hogy miképpen függ össze a térrel az idő, és a gravitációval az idő, és hogyan telik másképp az idő, ugye, hogyha fénysebességgel az ikerpárnak az egyik azért kilőnék az űrbe, és visszajönne fénysebességgel, akkor a másik már megöregedett volna a Földön, amíg még ő mindig csecsemő. Vannak ilyen teóriák, persze ezt még senki nem próbálta ki. Nagyon érdekes egyébként ezzel kapcsolatban Tom Stoppardnak az Arkádia című drámája, amiben ezekkel poénkodik. De ez csak egy zárójel. És ez is időbe telt, amíg ezt elmondtam. Tehát általában az életben ugye az idő egy ilyen ciklikus, ritmikus valamit által érzékeljük. Ha éppen nincs óra, akkor a saját anyagcserénken keresztül. De amikor gyakorolunk, akkor nagyon sokszor rádöbbenünk, hogy ez az idő, ez, tehát van óraidő és van tapasztalt idő. És hát tudjuk, hogy ez nem ugyanaz. Tehát amikor jól érzed magad, akkor egy óra egy kicsit rövidebbnek tűnik, mint amikor szenvedsz. Akkor melyik az igazi? És ezt mi hozza létre? És ezt gyakorlás közben, ezt valahol egy picit, ha másé nem, azért, hogy hamarabb leteljen az a 40 perc ülés, másé nem, hogy keressük, és azért biflázzuk újra meg újra folyamatosan, hogy a pillanatról pillanatra tartsd tisztán a tudatod, mert ez a pillanat az, ami számít. Mert ha ez a pillanat tiszta, akkor nincs idő. Hogyha ez a pillanat tiszta, akkor minden tiszta, mert ha nincs idővel, egyszerűen benne van minden idő, minden következmény, és minden gyümölcs, és minden előzmény egyszerre. Persze ez duma. Ezt tudjuk, hogy duma. De azért nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy tapasztalati szinten ez mennyire megélhető. Mennyire átlátható. És nem azért, hogy a lottószámokat megmondjuk, hanem úgy tényleg. A lottószámok se lennek néha baj, de... És ennél jobbat akkor se tudok mondani. Mondják, hogy az idő pénz, mondják, hogy az idő illúzió, az idő lejárt, kifutottam az időből, időszerű már befejeznem, vajon mennyi időm van még hátra, mennyi időbe telik az, hogy hogyan töltöm el az időt? Mivel töltöm ki az időt? Vajon még időben rájövök, hogy? És ha elengedjük az időt, akkor én megköszönöm szépen a figyelmeteket, és remélem, hogy kihasználjátok az összes lehetséges pillanatot arra, hogy elérjétek a felébredést azonnal, és segítsetek minden érző lénynek azonnal. És akkor már lehet, hogy már holnap reggel már nem is kell ülni. De én azért azt hiszem, itt leszek. Köszönöm szépen!